A bútorokat biztosította a beliani.hu. Ha kíváncsi vagy, hogy miről beszélgettem még vendégemmel, akkor mindenképpen nézd meg a bővített verziót. Kattints a csatlakozás opcióra, és legyél te is csatornatag! Négy fal között Lédi Szomjassal. Nyari hó áldassék a gyümölcs, vagy majd átcsitelő szép jó napot, kinek amelyik tetszik. Hát egy újabb négy fal között rész, hiszen hétfő van, felborzoljuk egy kicsit a kedélyeket. A következő lányzó az, hát mondhatnám úgy is, hogy kérjetek és megadatik, mert hogy abszolút ti mondtátok ezt az ötletet, aki ma itt lesz nálam. Nem is nagyon ragoznám tovább, itt van velünk Szomjas Jennifer, azaz Lady Szomjas. Hellóka! Szóval gyermekeim! Köszönöm szépen a meghívást és ezt is, hogy itt lehetek. És mondjad csak, én hátradőlök, te sem mondjam. Jó, tehát akkor most már kiderült, hogy a Szomjas az ugye a vezeték neved. Én azt hittem, hogy ilyen enyhe időt alkoholista vagy, és ezért a Lady Szomjas, mikor megláttalak először. Nem, vagy egyedül. Igen, és szereted a piát? Nem veted meg az alkohol? Szoros kapcsolatban állok elő. Jó van, de hát azért ezt áruljuk el a közönségnek, mert hogy sokak számára például lehet, hogy nem annyira egyértelmű, hogy miért ülsz nálam te itt egy négy fal között adásban. Ugye, mert így rád néz az ember, és nem azt látja, hogy egy ilyen, nem tudom, ez a kockásinges favágó leszbi lennél. Tudom. Hát ugye a napokban coming out voltam, hogy leszbikus vagyok, a lányokhoz vonzódom, és elég jól időzítettem ezek szerint. Ennek örülök, hogy az utolsó részben én is benne lehetek. Még nem biztos, hogy ez az utolsó. Akkor örülök, hogy meg lettem hívva. És hát igazából tényleg nem jellemző rám az, hogy kockásing, és akkor fiú stílusom lenne, ami meg is nehezíti azt, hogy tudja kapcsolatot találni, vagy bármi ilyesmi, de nem lehetetlen szóval. Viszont ugye a coming outnak is, meg az is, hogy leszbikus vagyok, és hogy ezt nyíltan vállaljam, pont az a lényege, hogy ne változzak meg. És mivel nekem ilyen a stílusom, én tényleg egy lányos lány vagyok, én tényleg imádok magas sarkúban, sminkben és ruhákban járkálni össze-vissza, ezért nem szeretném ezt megváltoztatni, csak azért, hogy észrevehetőbb legyek. Inkább felvállalom, hogy akkor... Tehát akkor te nem erősíted a sztereotípiát, nem szőrös a hónaljad, nem hagyod meg a bajszod, stb. Hogy... Azzal se lenne gond, ha valakinek az esik jól, akkor nem nyugodtan. Nem azt mondom, csak amikor azt mondod, hogy leszbikus, akkor tudod, nem rögtön a te kategóriád jut az ember eszébe. Igen, tényleg nem, és tényleg mást mutatok. Viszont hát ez a lényege, hogy önmagadat ad. Nem szeretnék megváltozni, vagy tényleg fiúsabban öltözködni, csak azért, hogy akkor én megmutassam, hogy én akkor a lányokat szeretem, és akkor mostantól tornacipő, és nem tudom elképzelni magamon. Viszont meg egyrészt ezt is, ezért is örülök annak, hogy most már felvállalom, és a social médiában is mutatom, mert nem, a leszbikusok nem csak ez a kockásing, és akkor farmer, és akkor fiúsan járok össze-vissza, nem. Igen, én is szívom a cigit. És így ülök így igen, manusba. Igen, ez nem csak ilyenek a leszbikus lányok, hanem igenis vannak lányos lányok is, mint például én, ugye ez kategóriák is vannak. Na, ezt akartam kérdezni, ezt mondnál rá, mert én esküszöm neked, hogy most beszélgetek életemben először ilyen dolgokról, leszbikus lányal, pláne lányos leszbikus, mert nekem rendszerint ezek a butch lesz barátaim voltak, akik úgy néztek ki, mint én. Vagy, és lehet, hogy még a farkok is nagyobb volt, tudott, sose láttam, de gyanús. Úgyhogy, na meséld ezeket a kategóriákat. Ugye több kategória van, ketté szoktuk osztani, főként vannak a fem és a bacs leszbikus lányok. És akkor van a top, meg a bottom, ugyanúgy, mint a fiúknál is, hogy van, aki inkább erősebb karakterű, aki nem azt mondom, hogy a fiú, mert pont ez a lényege a két lánynak, hogy kapcsolatban vannak, hogy mind a ketten lányok, és nincsen, hogy alfa, mert nem vagyunk farkasok, se semmi ilyesmi, hanem szimplán két lány, aki szerelmes egymásba, és akkor van az, aki... Az egyik, akit falhoz vág, a másik, akit falhoz vágnak, nem? Tehát, hogy csak hogy érezzük, ha esetleg kisebbek is nézik ezt a műsort, akkor csak, hogy valahogy meg tudjuk fogalmazni, akkor nálatok is van ez. Na igen, és hát akkor te értelemszerűen, te akkor melyik én, hát én a fembe tartozom, a szóval lányos lány vagyok, úgyhogy igazából ennyi. Viszont nem jellemző rám, hogy csak a fiús leszbikus lányokra vonzódnék. Ami furcsa is egy pár barátomnak is, hogy lehet az, hogy én lányos lány vagyok, viszont ugyanúgy vonzódom a lányos lányokhoz, nem csak a fiús lányokhoz, meg azt sem szokták érteni, hogy ha egy lányos lány vonzódik egy fiús lányokhoz, akkor miért nem a fiúkhoz mennek, miért nem akkor a fiúkhoz vonzódik. És ugye ebben nem az a lényeg, hogy milyen a stílus,
stílusa, hanem hogy maga a nőhöz vonzódik, maga a női testhez, maga a női szellemhez, és ez itt a lényeg. Csak Sunna legyen az a lényeg. Amen! Pontosan ez a lényeg. Igen. Semmi? No? Abszolút? Nekem volt egy kapcsolatom, egy 3 éves kapcsolatom egy fiúval, nagyon aranyos srác volt, nagyon kedves, nagyon szeretett, a szüleim is imádták. Magdinak hívták. Titokban, szeret a útvonítom esténként. Én esként Magdinak hívtam, igen. Nem. És nagyon rendes srác volt, viszont előbb-utóbb ez kijön, szóval hiába próbálod takarni, ha egyszerűen ilyen vagy, akkor nem tudod. És nálunk is kijött, és vége is lett a kapcsolatnak emiatt, mert egyszerűen hiányzott nekem valami, hiányzott az, hogy... De előtte már voltál lányjal? Én nem voltam lányjal, ami azt illeti... Volt egy pasi, úristen, mit érezhet ez a szegény fiú, aki után te inkább a lányok mellett döntöttél? Azt, hogy szerencsés, hogy velem volt. Ja, igen, vagy otthon, hogy úristen, ennyire szar voltam, tudod így, vajon mit gondolod, nem, szegény? Ez nyilván ennek semmi köze hozzá, ez én bennem pontosan van. Tudom, persze. Úgyhogy igen, hát én nem tudom. Remélem, jól van. Viszont, ami erre visszatérve, hogy volt nekem ő, viszont hiányzott valami. És nem feltétlen voltam együtt lányjal, viszont éreztem, hogy nekem kicsit erősebb érzelmeim vannak a lányok iránt. És mivel körülöttem nem voltak leszbikusok, nekem mindig heterobarátnőim, most is heterobarátnőim vannak, és nem igazán mozogtam ezekben a körökben, ezért nem is tudtam kihez fordulni, hogy megkérdezzem, hogy ez most jó, nem. Úgyhogy maradt az internetes tesztöltögetés, hogy mennyire vagy leszbikus, 50%, 75%, így mit tudom én. Nálam azt írta, hogy jobban vonzódom a lányok felé, de hogy a fiúkat se vetem meg, és akkor szóval mindenféle volt. Hány éves voltál, amikor ez így elkezdett motoszkálni a fejedbe, hogy... Már elég fiatalon megtapasztaltam, de ez csak így utólag visszanézve rá. 16 évesen volt ez, amikor megkérdeztem a legjobb barátnőmet, hogy figyelj már, nekem bejöttek csajok, és hogy mit csináljak, hogy ez most normális, vagy hogy én, hogy mint miként, ez teljesen normális, hogy nekem a lányok jobban tetszenek, mint az átlag, meg hogy érdeklődöm irántuk, vagy sem. De ő se tudott erről semmit, azt mondta, hogy tök menő lenne, ha lenne egy leszbikus barátnő, mondom, klassz, anya, veled is többen vagyunk. Viszont ez akkor már bennem volt, és tetszettek. Éreztem magamon, hogy ez több, mint szimplán tetszik a haja vagy a ruhája. És utána bejött ez a kapcsolat a sráccal. Ugye a szüleim is szerették, mindenki elfogadta, és én is úgy voltam, hogy szeretek kényelmes környezetet behelyezni magamat. Úgyhogy én el voltam így, mint a befőtt, a kubai nagyszüleim is, ugye ők eléggé katolikusak, és eléggé... nem. Hát igen, ott a család az tradíció. Igen. Úgyhogy én el voltam ebbe kényelmesedve, viszont előbb-utóbb ki is jött. Utána, miután ő mondta nekem amúgy, amikor már a kapcsolatunk vége felé jártunk, hogy félmetlen vagy leszbikus, mert hogy mindent megcsinálok, mindent megteszek, és ahogy semmi nem jó. És akkor indított el bennem ezt a lavinát, úgymond. Ültelt az egészről. Nem, viszont miután vége lett ennek a kapcsolatomnak, elkezdtem lányokkal ismerkedni. Utána már én magam szerettem. Társkeresőn? Vagy hogy? Tinder ezerrel, Tinder királynő over here. Úgyhogy... ment a izé. Igen. Hány évesen volt először lányod? Tehát hány évesen volt először kapcsolatod? Bármilyen kapcsolatod? Először 19 évesen voltam lányjal, és hát nagyon-nagyon jó volt, nagyon-nagyon különleges volt számomra, és onnan... Meg volt az az érzés, hogy basz meg, ez hiányzott Bélából. Egyszerűen hihetetlen érzés. Szóval, hogy az, hogy nekem egy 3 éves kapcsolatom volt, és ennek ellenére ez a hirtelen jött együttlét, és hogy annyira jól éreztem magam, annyira azt éreztem, hogy wow, na, ez hiányzott, ez meg voltam örülve. Másnap olyan vigyor volt az arcomon, hogy ezt nem lehetett semmivel se szedni, és egyszerűen hihetetlen boldog voltam, pedig tényleg nem az volt, hogy egy nagyon sok mindent nyújtott volna, csak egy kis törődés, amit visszakaptam, hogy jó, ez normális, és hogy teljesen jól érzem magam ezzel. Nem volt nekem se, szóval én se voltam az, hogy úristen, most leszbikus vagyok, úristen, most biszex. Akkor még azt is gondoltam, hogy akkor lehet, hogy mind a két félre játszom, és akkor rendben, ez is tök jó. Hány éves vagy most, bocsánat? Tudom, hogy 21. Nem lehet, 21. Tehát 21. Azért még kis csirke vagy, mármint, hogy egy kis fiatal, kis pipi hús, igen. Yes.
Honnan tudod, hogy ez nem egy hóbort, és mondjuk 25 évesen nem azt mondod, hogy neked mégis pasi kell? Minden másik embertől megkapom, hogy ez biztos csak egy időszakos dolog, ezt majd ki fogod nőni, stb. Én eléggé magabiztosan érzem magam, mert ez évről évre csak nő az én érdeklődésem a nők iránt, és nagyon-nagyon jól érzem magam így, és igazából nagyon kényelmesen, és úgy érzem, hogy megtaláltam a helyem. Ki tudja 10 év múlva, hogy mi történik, én nem tudom elképzelni magam egy férfivel, mert sose elképzeltem az én jövőképemben, mindig csak magamat láttam, nem képzeltem magam mellé egy srácot, és így, hogy egyszerűen boldog vagyok, és tetszik, és fűtenek az érzelmek, jól érzem magam a lányok társaságában, szeretek meleg helyekre járni, és úgy érzem, hogy megtaláltam azt a dolgot, ami hiányzott, még mielőtt én rájöttem volna, és felvállaltam volna ezt. Ugye már másfél éve coming outoltam a szüleimnek, lassan 2 éve, azóta is csak erősödik, úgyhogy... És ők hogy fogadták? Hát ilyen hullámvölgyek voltak. Ők mindenképp nekik számukra a legfontosabb az, hogy én boldog legyek. És az, hogy az életben én elérjem a céljaimat, elérjem az álmaimat, jó ember legyek, tisztelettudó, és hogy az én értékeimet fejlesztem. Úgyhogy most már teljes mértékben... De vittél már haza lányt? Vittem haza, mutattam be nekik. Az elején furcsa volt. Apukámnak volt furcsa, anyukám, ő volt velem Pride-on is, úgyhogy anyukám sokkal lazább ebből a szempontból. Apukámnak az elején furcsa volt, de amint látta az én mosolyomat, amint látta, hogy én mennyire boldog vagyok, és hogy mennyire másképp, sokkal sugároztam azt, hogy végre megtaláltam azt a git, akkor ő is megnyugodott. És ő is kedvelte az akkori páromat, úgyhogy igazából rendben volt. Kellett ez idő igazából, és az időben... De akkor ez nem egy divat, vagy hóbort, vagy hogy... Mert hogy mostanában ugye nagyon sokszor szoktak élni azzal a kifejezéssel, az nagyon fancy kifejezés, hát csak divatból csinálja. Igen, meg feltűnési viszketegség, vagy azért, hogy... Igen, még hogy ez én... lehet, hogy ettől mondjuk színesebb a karaktered? Nem hát szerintem az én karakterem eleve elég színes. Szerintem ezt nem kell több színnel kitölteni. Én szimplán csak ilyen vagyok, és azért az elején ugye, amikor elkezdtem ezt a nagy TikTokot, elkezdtem a nagy social médián így tevékenykedni, akkor nem igen mondtam, hogy akkor én most leszbikus lennék, mert azt szerettem volna pontosan, hogy az emberek lássák, hogy ki is vagyok, és hogy azokat az értékeket vegyék. Utána, most, hogy már szeretnek, mit tudom én, mert ugye rengeteg pozitív kommentet kaptam a coming out-os videóm után, most már iszonyú boldog vagyok, mert tényleg mutathatom azt, hogy van egy lány, aki kedves, aranyos, lányos, de a lányokat szereti. És én egy szimplán nő vagyok, aki szimplán csak vonzódik a lányokhoz, és ennyi. Bent így a leszbikus körökben nincsen ez, hogy így nem tudom, az ilyen csajos, ez a glam típusra így fújnak, hogy... Hát nincsen. Általában a biszexuális lányokra szokott lenni az, hogy egy kicsit visszahúzódnak tőlük, ugyanis félnek, hogy a leszbikus lányok félnek attól, hogy összetörik a szívüket. A lányos lányokról igazából csak nehezen hiszik el, hogy te most tényleg biztos összetörte valamilyen srát a szíved, és akkor most biztos emiatt vagy, és ez nem igaz. De én el szoktam mondani, nyíltan is, és nagyon sokszor járok melegbulikba, sőt kifejezetten szeretem, és ezekben mozgok. Ugye itt Magyarországon eléggé aprócska leszbikus közösség van, úgyhogy nehéz úgy elmenni, hogy bárba, hogy ne legyen legalább egy ismerős arc. TikTokot ugye már említetted, meg az elején talán én is említettem, ott már 230 plusz ezer követő van. 230 akárhány ezer követőd van. Azért ez egy elég szép szám, és azért TikTokon egész nagyokat mész, meg most elkezdtél YouTube-ozni. Tudom, hogy nem most kezdted, de hogy tervezed, hogy most azért kicsit felélénkíted, ugye a csatornát. Na de az eredeti, amiből kiindultam, vagy ki akartam ebből hozni, hogy azért téged nyilvánvalóan tudod, hogy többnyire kiskorúak, fiatalkorúak néznek, hiszen a TikTok az egy ilyen alkalmazás, hiába írja azt, hogy 18 év felett, hát nyilván mindenki azt írja, hogy 18 év felett, hogy tudjon csöcsöket nézni, persze. Tehát, hogy tálalod ezt ott? Hogy tudsz erről beszélni úgyhogy ízléses maradjon? Mennyire figyelsz egyáltalán arra, hogy neked fiatalkorú követőid van? Mennyit osztasz meg az életedből? Hogy működsz te a TikTokon? Én a TikTokon igazából a családomról szoktam posztolni, vagy a ruhákról, ugyanis nagyon-nagyon szeretem ruhákat, nagyon-nagyon jó stílusérzékem van szerintem, és igazából erről szoktam posztolni.
zenéket, táncokat, ugye azok a dolgok, amik jellemeznek engem. Ha például annyira sok ilyen leszbikus a sossággal kapcsolatos dolgot még nem igen osztottam meg, viszont tudom, hogy kiskorúak a követőim, és nagyon figyelek erre, viszont arra is figyelek, hogy lássák, és hogy tudják, hogy ez van, de ez nem a világ vége, ez egy tök normális dolog számomra, teljes mértékben el vagyok, és el is fogadnak, úgyhogy rengeteg pozitív kommentet kaptam, és odafigyelek, hogy nyilván ne valami olyat posztoljak, vagy bármi olyasmi, de nem is tartom magam olyan személynek, úgyhogy igazából mutatom, mert nem takarom, de nem ez az egész. Uh-huh. Lehet, hogy akkor én most leszok, és akkor csá! És miért érezted fontosnak, hogy coming out-oljál? Mármint, hogy a YouTube-on is elmond ezt, hogy veled mi a helyzet. Nagyon fontosnak tartottam, mert ez is én vagyok. És nem éreztem már. Szóval körülbelül április eleje óta van TikTokom. Én azelőtt is coming out-oltam már, és az összes social médiámon én akkor is már mindenki tudta, hogy én leszbikus vagyok. És már éreztem, hogy ezt már szeretném. Csak srácok írtak rám, nem ment túl könnyen az ismerkedés, és azt se szerettem volna, hogy másoktól tudják meg, úgyhogy uh-huh. Úgy vagyok vele, hogy akkor szerintem itt az ideje. A szüleim már például nagyon rég mondták, hogy szerintem coming out-olnod kéne, a barátaim is azt mondták, de azt mondtam, hogy várok. Szerintem pont eleget vártam, és pont jó reakciókat is kaptam, úgyhogy... Amikor egy pasi holda megy hozzád, akkor neki szia, meg hívhatlak egy italra, bocs, leszbi vagyok, vagy ez hogy néz ki? Nem úgy szoktam mondani, mert egyrészt, hogyha azt mondod, hogy bocs, leszbi vagyok, akkor elkezd, hogy és nincs egy jó barátnőd. Úgyhogy nem, szimplán elmondom, hogy köszönöm szépen, nem érdekel. De azt sem szoktam megérteni, úgyhogy inkább azt mondom, hogy kébassza, és akkor eltűnik. De igazából nem úgy megyek minden sarkon, hogy bocs, leszbi vagyok, csak a melegből ívatulat, hogy tudják. Legyen hát nem, csak mert hogy tudod, tehát most az ember tudod, nyilván oda megy hozzá, tehát jó csaj vagy, tehát nyilván oda megy hozzá egy pali, és hogyha nem tudom, tehát hogyha túl erőszakos, akkor nem hát, túl erőszakos, akkor a stílusommal szépen leépítem, de hogyha tehát tiszteletú... Tehát nincsen leszbi kártya? Tehát nincs ez, hogy izé... szoktam elővenni. Én tolnám. Az a baj, hogy ilyenkor ében... Igen, de nem gondoltam ebbe bele jogos teljesen, amit mondasz, igen. Akkor azt hiszi, hogy én beszélgetni szeretnék vele erről, és nem igazából, csak szimplán nem szeretném, hogy... Igen, szóval... vagy jó barátnő, én hármast is szeretem, akkor tudja, hogy ez lenne. Igen. Úgyhogy ha tiszteletudó, akkor én is normálisan elmondom, hogy figyelj, nem érdekel, de igazából ennyi. Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy leszek, boldog, és milliárdos. Igen? Nem. Most, hogy kiveted a biniből a kezed. Tanulsz most? Igen, még? Egyetemre járok, turizmus tanulok, nagyon-nagyon szeretem, és rengeteg álmom van, és rengeteg dolgot is szeretnék elérni az életben, de ugye az életben két szabály lép érvénybe, az első az, hogy sosem mondd el, hogy mi lesz a következő lépésed, és ennyi. Értem. Hát ez ennél több szabály van még, de mondjuk... A fő, amikkel megyek. Igen, talán egyik legfontosabb, hogy mindig időben fűzésbe a villanyszámlát, meg az internetet, hogy tudjál YouTube-ozni, mert az azért nagyon fontos. Április óta van neked TikTokod, és azóta lett 231 ezer követőd. Mit csinálsz te, vagy mit csináltál te, hogy... Táncolok, én igazából ugye anyukámat is bevettem, eleve ő mondta nekem, hogy szerinte kellene TikTokozni, és hogy mekkora buli már, nagyon össze is hozott minket, úgyhogy én nagyon jókat szoktunk nevetni, meg jól érezzük magunkat, amikor csináljuk a kis közös videóinkat. Igazából ilyen ruhás videókat szoktunk együtt, vagy táncolni, ugye nekem anya az példakép, és szeretnék olyan ember lenni, mint ő, és annyira jól meg vagyunk, meg annyira el vagyunk, hogy ez nagyon tetszik az embereknek, hogy nekünk tényleg ilyen szoros és jó a kapcsolatunk. Tehát akkor tisztázzuk, tehát neked van édesapád, édesanyád, ők még mindig együtt vannak, igen. Boldogságban, szeretetben, ti egy családként éltek együtt. Igen. Minden oké nálatok, nem veri apukád anyukádat. Nem veri, de... Téged sem vernek, csak ritkán. És ennek ellenére mégis leszbikus lettél. Igen. Hol a hiba? Nincs hiba. Ez nem egy olyan dolog, hogy valakinek kell, hogy legyen egy traumája, csak azért, mert leszbikus. Szóval én csak szimplán felfedeztem magamban, hogy vonzódom a lányok iránt, és hogy tetszél. Ennyi. Nem vertek, nem történt semmi olyan az életemben, amire azt mondanám, hogy
na, ez egy meghatározó momentum, én mostantól csak a lányok. Nincs egy rossz apakép, hogy csak ilyen fiúm ne legyen, mint az én apám az volt. Az apukám tehát, a legfajnabb ember a világon. Úgy szólít, hogy Benga, mondjuk. Kiskorom óta. Úgyhogy... Ki a kubai, ő vagy anyukám? Anyukám a kubai, a latinne. És vannak ízni ilyen ajtócsapkodós viták, ilyen Scorpio, Latina, és én meg nyilas vagyok, mert én is független megvan a karakterem, I just me, amor me. Szóval nem azt mondom, hogy minden szép, minden csuda jó, hanem vannak viták, meg minden, de az, hogy nagyon szoros a kapcsolatunk, mert szeretjük egymást, és igazából ez. Az, hogy én miért lettem ilyen, nem tudom, igazából. Én szerintem nem kell okot keresni feltétlenül erre. Igen, szintén csak így érzem boldogan magamat, és az is sok embernek furcsa szokott lenni, hogy nekem, én nem szoktam csak melegek között és csak leszbikus barátokkal lógni, meg ilyenek. Barátnőim nagy része hetero, és furcsa szokott lenni, hogy tud egy hetero lány, leszbikus lánya barátkozni, hogy nem mászok-e rájuk, vagy bármi. De, na igen, ők ezt nem gondol, nincs az, mint nem tudom, nálunk azért fiúknál van olyan, valamiért mindegyik hetero férfi azt gondolja, hogy mi meleg férfiak, dugni akarunk velük, és nem tudom, hogy ez miért van, tudod, hogy amikor átöltöznek, akkor így takarják magukat, vagy bemennek átöltözni, és akkor mondod neki, hogy... neked nem ugyanaz. Igen, muci, valószínűleg ugyanaz, vagy legalább kétszer akkor az enyém, tudod, tehát, hogy mindig meg is kell egy picit alázni, és tényleg előttem takargatod, nem fogok rám mozdulni, elhihetett. Tehát, hogy, de hogy a hetero fiúkban van, a lányokban van ilyen, hogy ők is eltakarják magukat előtted? Mert, hogy... Hát előttem annyira nem, mert azért én elmondom, hogy figyelj, a lányok jönnek be, de nem. Vagy az esetem, nem megyek rá, nem vagyok egy kanós kiskutya, aki csóválja a farkát, és megérzi a lányokat, akkor megy, hanem igazából nekem is megvan az ideálom, nekem is megvan, hogy pontosan kik tetszenek, és nekem is ugyanazon van, szóval átöltözhetsz előttem, mert nekem is, én láttam már olyat, szóval, hogy elhiszem. És van olyan, például a baráti társaságomban voltak olyanok, akik kicsit elengedték a kezem, és már nem lógtak annyit velem, mert hogy leszbik, és akkor biztos, hogy rám megy, vagy bármi, na, de... Na, ezt kérdezni, hogy... A válaszom erre azt szokott lenni, hogy you wish, honey, szóval... Volt olyan barátod, aki emiatt elfordult tőled? Volt olyan barátom, és szerintem ez az ő vesztesége. Viszont én is így gondolom, tényleg. Viszont nem kell félni tőlem, nem... Megyek rá, mondom, megvan az ideálom. Nem harap a néni. Nem harapok. Úgyhogy igazából szerintem ez csak felfogás kérdése. Aki akar benned találni valamit, ami miatt el akar fordulni mellőled, az így is úgy is fog. Mi a helyzet magánélettéren? Mert hogy azt mondaná a sztereotípia, hogy neked elvileg, tehát szép lány vagy, intelligens lány vagy, jó humorú lány vagy, biztos, hogy kellene lenni legalább minden újadra 10, sorban. Amit fölhívsz és ott állnak sorba, hogy ollozzatok már egy jót. Nem ez a helyzet, ugyanis az egy dolog, hogy szép lány vagyok, de megvan egy személyiségem, és olyan személyiségű embert is szeretnék magam mellé, akivel összeillünk, akinek úgy érzem magam a társaságában, hogy nekem ez a csaj kell, mert hogy iszonyatosan vont. És akkor ugye mondtam a videómban, hogy nincs kifejezett ideálom, csak legyen hosszú barna göndörhaja és tudjon szörfözni. Viszont... Csak ennyi. Viszont, és akkor már elkezdtek a hosszú barna göndörhajú lányok írni, hogy nem tudok szerfezni, de megtanulok. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy megtaláljam azt az embert, akivel basztolunk, akivel nagyon jól érzem magam a társaságában is, hogy... Nincs ideál? Most mondtam. Ennyi? Legyen barna és szörfőzzen, de itt hol? A Kopaszigáton? Vagy hol szörf? Római parton? Vagy hol? Sehol, csak nekem volt erről egy álmom, hogy én megálmodtam életem szerelmét, és ő neki hosszú barna haja volt, ami göndör volt, és szörfőzett. Tehát... De várjál, ez a Vajana, nem? Tulajdonképpen. Ez a Vajana, hát akkor meg is van. Meg is vagy, jó. Igen, nem, ő nem. Tud szörfőzni szerintem, igen. Hát egy kicsit Hawaii, kicsit ilyen bantu tudod, de hát az legyen a legkevesebb, nem? Nem. Viszont tényleg a személyiség igazából. Ugye én egy ilyen bolondos lány vagyok, aki hangos és imád táncolni, szóval mellém egy olyan lányt, aki csendes és visszahúzod, de azt nem igen tudok elképzelni. Ért már atrocitás téged azért, mert hogy leszbikus vagy? Nyilván azért, tehát, hogy két hasonszörű lány, mint te, azt
szívesebben elképzel akár egy szélsőjobboldali radikális nemzetszocialista, mint mondjuk két szőrös férfit, de hogy ettől függetlenül volt már olyan, nem tudom, hogy beszóltak rád, szóltak, fogtad a kezét a barátnődnek, valami ilyesmi? Volt már olyan. Én azt tudni kell, hogy nem, amúgy se vagyok apárti, hogy szerintem nem kell az utcán megenni egymást se semmi. És, heteroknak, se melegeknek, se senkinek. Senkinek az égvilágon. Hogy... Szóval az, amikor azt mondják, hogy amikor meglát két egy nem is már annyi, az olyan, mint a kutyaszarba lépne. Azt szerintem azért gáz, mert kutyaszarba lépni egyrészt szerencsét hoz, másrészt én meleg vagyok, és sokkal, és minden hétvégén melegbulikba vagyok, és sokkal több hetero párt láttam smárolni életem során, mint meleget. És én ezzel egyrészt szerintem ez nem olyan dolog, hogy mindenki előtt kellene, vagy semmi. Az, amikor például sétáltam amíg a volt barátnőmmel, és fogtam a kezét, vagy bármi, láttam rosszalló szemeket, volt is egy-két beszólás, de igazából itt ki az érettebb, ki az, aki jobban tudja ezt kezelni. Engem nem bántott meg, nem lettem kevésbé meleg, nem szerettem ki az akkori barátnőmből, és... Nektek inkább a nők szólnak be? Nem, vagy férfiak inkább. Férfiak. A nők azok nem igazok. Beszólnak, de azért otthon kiveri rá. Persze, hát, ez így szokott lenni. És hogy lesz a gyerek téma nálad? Hát, nekem nagy családom van, én is nagy családot szeretnék, szóval egy egész foci csapat, hogy még hogy fogom kivitelezni, azt nem tudom, mert hogy, mint, miként. Viszont én teljes mértékben az adoptálás mellett is kiállok. Én szeretnék, nem tudom, hogy szeretnék-e én is terhes lenni, vagy sem. 21 évesen nem azon gondolkozom, hogy nekem majd, hogy mint fog terbe esni. Szóval mindenre van egy lehetőség, mindent meg lehet oldani valahogy. Úgyhogy például ez a Lombik program is, amit mondtál, vagy bármi, nem félek ettől, hogy ne tudnám majd megoldani, hogy majd lehessen nekem is a jövendőbeli feleségemnek egy csodás kis gyerekünk, annélkül, hogy nekem le kelljen feküdnöm bármilyen férfival. Úgyhogy minden lehetséges. Kicsit undor volt a hang. Nem akartam. Én megértem. Én biztos vagyok benne, hogy valószínűleg te úgy tekintesz a pasikra, hogy én a csajokra. Akkor mondják nekem a heterofiók, hogy hát én nem tudom, hogy te hogy tudsz szexelni egy fiúval. Én nem tudom, hogy hogy tudsz szexelni egy lányal, de hogy egy lány hogy tudsz szexelni egy lányal, azt végképp nem tudom, de nem érdekel, meg hogy így nem zavar, meg nem baj, meg egyáltalán nem utálom ezért a leszbikusokat, vagy akármi, csak hogy tényleg, tök jó, hogy erről beszélgetünk, mert biztos vagyok benne, nagyon sokan nem tudják, hogy ez mi. Mert mondom, látják a román bajszos, mezitlábas, dekkes, tudod, leszbiket a busz megállóban, és akkor azt mondja, ez a leszbi. De közben meg... Nem, mert lehet, hogy ez a leszbi. És ugye a szexterén is mi is megoldjuk, és elég jól, mint lehet. nem látom, el tudod képzelni. El tudod képzelni. Viszont igen, igazából mondom, itt a vonzódás az, ami kell oda, és ez az, ami megvan. Milyen sztereotípiák vannak még, ami a leszbikusokkal kapcsolatban felmerülhet, és most jól megcáfoljuk őket? Oké. Az első ugye az, hogyha valami egy lányos lány, akkor egy fiús lány kell mellé. Szerintem ez nem igaz, én ugyanúgy vonzódom a lányos lányok és a fiús lányok iránt is. Tehát láthatnánk melletted bármikor egy ilyen Victoria's Secret modellt is? Bárcsak láthatnánk. A proféta szóljon belőle. Dios mio, por favor. Köszönöm, verdad lo que dice. Viszont például el szokott lenni. Akkor az is, hogy durvák vagyunk, és nem szeretjük a férfiakat, ez sem igaz. Az is, hogy ugye a meleg fiúk és a leszbikus lányok nem jöhetnek ki egymással. Ez sem igaz, nekem a legjobb barátom egy meleg srác, és imádom a meleg barátaimat, és mindenkivel tök jobban vagyunk. Sok ilyen szép lányzó, szép leszbi van, mint te? Meglepően sok van amúgy, viszont én... Honnan ugye... ismerjük fel őket? Hetero férfi barátaim, hetero férfi testvéreimnek mondjuk el, hogy hogy lehet titeket, nem tudom, kiszűrni, tudod, hogy ne érje őket nagycsaló sehogy. Szerintem sehogy az égvilágon rólam se tudtad volna kiszűrni, ez szimplán, oda mész, megkérdezett és visszautasít. Volt olyan, hogy beleszerettél egy hetero barátnődbe? Volt, viszont ugye ilyenkor tudni kell az, hogy egy zárt ajtót nem lehet nyitogatni, szóval nem... Van olyan, aki azt állítja, hogy jó, én megváltom, és akkor most ő is szerelmes lesz belém, és akkor a lányokat fogja szeretni, de van, akiben nincs meg. Van, aki hetero, és ő a fiúkat szereti, vagy a meleg srácokat. Nem hiszel abba, hogy hetero. Csak makacs?
Hogy van olyan, hogy jaj, csak makacs, mert mindig azt mondják, hogy jaj, persze, nem hetero, csak makacs. Én sem hiszek benne, csak nem akarok befolyásolni. Neked erről mi a véleményed? Szerintem az, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartania azt, hogy ő milyen, hogy neki milyenek az ízlései. Amikor én beleszerettem abba a hetero lány barátnőmbe, akkor én a személyes tulajdonságai miatt, vagy a személyisége miatt szerettem bele, de tudtam, hogy ő soha nem fog többet érezni az iránt, és nem fogok akkor belemenni, hogy tuti makacs, tuti ízé, úristen, hogy lehet az, hogy nincs odaértem. Nem, nincs ilyen. Tiszteletben kell tartani mindenkinek azt, hogy mi a beállítottsága, és ez tényleg olyan, mintha egy zárt ajtót próbálnál meg nyitogatni, ami azért van zárva, mert nem kell, hogy neked bemenj oda. Hanem rengeteg olyan lány, aki a lányokat szereti, vagy a biszex lányok is, és van lehetőség, nem kell ragaszkodni, meg most akkor mindent megtenni, meg depresszióba esni csak igen, egy kicsit az ember ilyenkor kínozza magát, igen. Nem? Mert hogy az aztán a végképp elérhetetlen. Van például ez is, hogy akkor most ki leszbikus, ki biszex, honnan tudom azt, hogy én csak a lányok, és hogy mint miként tudtam ezt. Az is szépen lassan időt adtam magamnak. Én nem úgy gondoltam bele, hogy most voltam egy lányom, úristen, akkor tuti leszbikus vagyok, és akkor most csak elfelé megyek, hanem szimplán tényleg csak az ösztöneimre hallgattam. Én azok, akik most kételkednek, hogy például mi a beállítottságuk, és hogy leszbikus vagy biszex, vagy hogy mint miként, azoknak én csak azt mondanám, hogy hagyd magadnak időt, ne zárd ki semmit, légy nyitott a dolgokra, és nem kell úgy rögtön menni már mindenki felé, hogy figyelj már, úristen, ez történt, akkor én most tuti ez vagyok, vagy az, vagy amaz. Nem, szóval. Főleg ugye féli kubai vagyok, és a latin országokban eléggé bezseg a vérünk. Ott nem úgy állnak hozzá dolgokhoz, hogy valaki csak azért már volt egyszer egy egynemű, vagy ugyanazzal a nemmel, ezért az biztos, hogy meleg, vagy bármi, hanem ott az emberek lazábbak, és nem kerítenek ennek ekkora feneket. Végezetül mindenkitől ugyanazt szoktam kérdezni, hogy hol látja magát kortól függően 5 vagy 10 év múlva. Neked azt mondom, hogy nagyon kis zsenge vagy. Hol látod magad a 10 év múlva? 10 év múlva 31 leszek. Uh-huh. Ami azt illeti... Vénpina. Igen. De? Hidd el, de! Hidd el, így taposom a 30-at, tudod, már egy cipőkötés is nehézséget mindenki okoz. Mindenki annyi, amennyinek érzi magát. Nekem igen, van... én 70-nek. Pontosan. Mi jött 70-nek? 10 év múlva szeretnék egyszer hazamenni. Nekem ez a legnagyobb álmom, hogy egyszer végre hazamenjek a családomhoz, és megkérdezem, mi akarja, és ők azt mondják, hogy ez, és leüljünk az asztalnál, és beszélgessünk random dolgokról. Végighallgassam, hogy milyen volt a napuk, elmondják egy mosolyal az arcukon, hogy ezt tehát is ezt saját csinálták. Családodhoz, gyerekhez, nem, feleséghez? Nem, vagy... ez még a szomjas brigádhoz. Ja, igen. És utána egyszer csak beközöljem nekik, hogy ja, amúgy ez az utolsó napja annak, hogy nektek dolgozni kell, itt a jegy Kubába, mehettek ki, poroljatok, érezzétek jól magatokat, és nem kell többet aggódnatok semmi miatt. Nekem ez lenne a fő. Kuba ilyen jó hely? Ők ott szeretnék élni a nyugdíjas éveiket, úgyhogy nekik ez az álmuk, és ez egy nagyon közeli dolog a szívemhez, és ezért meg kell tennem mindent. És gyerek, addigra lesz beteljesített Budaházi Edda? Egész foci csapatom lesz, és mind igen. Boldog lesz. Akkor világra fogsz hozni sok-sok magyart? Lehet, hogy akkor Eddának lehet, hogy akkor azt fogja mondani, hogy te a kivételt képzeld. Én hiszem azt, hogy ő biztos egy nagyon értelmes ember és okos, de az, aki hátul marad, aki visszamarad, az időben is nem, az élet megy tovább, a helyzetek fejlődnek, most már az, hogy valaki meleg vagy leszbikus, az már nem egy akkora nagy szám. Szerintem sem. Úgyhogy, ha nem tudod követni az iramot, akkor hátul maradsz, és akkor vesztes vagy. Úgyhogy szerintem ez történhetett nála is, biztos vagyok benne, hogy nagyon okos és hogy nagyon tanult, de az életben fejlődni kell, haladni kell a korral. Úgyhogy... És de egyébként meg hát régebb, tehát hogy még hogy a korral, de hát régebben is szerintem kb. Pont ugyanannyi meleg volt, mint most, csak nem beszéltek annyian pontosan róla, vagy nem mondták el, tehát hogy igen, most meg már ennek talán nem kéne cikinek lennie. Mindegy, én megnéztem a videótokat, és nem éreztem kevésbé leszbikusnak utána magam. Nem? Nem, fura módon. És jobban sem? És a hetero barátaid, akik megnézték, ők nem lettek melegek? Fura módon nem. Szóval. Úgyhogy igazából ennyi. Erről, ami még az én álmom,
hogy addigra már szeretnék egy feleséget, úgyhogy remélem, hogy találok egy olyan bolondot, aki elvesz. Egy olyan bolond, gyönyörű, barna, hosszú vagy göndörszörfes lányt, aki elvesz feleségül, de ha nem, nem. Viszont én szeretnék gyerekeket. Én az adoptálás mellett is teljes mértékben, számomra ez teljes mértékben rendben van, ugyanis ugye az ugye olyan gyerekeknek adni még egy esélyt, akik egy gyermeknek szerintem az nagyszerű érzés, és úgyis az én személyiségem, az én értékeimet szeretném majd beléjük nevelni, mert sokat szeretnék. És szeretnék egy nagy boldog családot, egy olyan ember mellett, akit teljes mértékben szeretek, és az, hogyha például ő is szülni szeretne, számomra az is rendben van, teljes mértékben alkalmazkodni szeretnék majd a páromhoz, ugyanis szerintem egy kapcsolatban majd ez így kell, hogy oda-vissza. Én szeretnék kutyákat is, cicákat. Igazából ennyi, boldognak lenni, de ez, hogy megteremtsem magamnak és a körülöttem lévőknek azt a kényelmet, meg azt a jót, hogy ne kelljen aggódniuk, és ne kelljen megszakadniuk, vagy bármi. Nem tűnnek ezek nagy álmoknak mégis jelenlegi Magyarországon azért egynemű párként ilyen dolgokról beszélni már-már lehetetlennek, vagy nagyon távolba tűnőnek tűnik. De minden esetre legyenek ezek a gyönyörű szép álmok a végszavunk ebben a mai részben, amit nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek. Ne felejtsétek el, hogy a mottót.hu még mindig vásárolhattok ilyen és ehhez hasonló pólókat, amivel majd melegjogi szervezeteket tudtok támogatni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm. Jenny-nek mindenféle elérhetőségét, TikTok, Insta, YouTube, azt megtaláljátok lent a leírásba, tessék őt nyugodtan bekövetni. Nem perverz üzeneteket írni hetero férfi testvéreim, mert hogy aztán itt bajok lesznek. Ha csak nem vagy hosszú göndör, barna hajú szörfös lány. Mert abban az esetben nyugodtan bombáztatod üzenetekkel. Igen, ne felejtsél el feliratkozni, ne felejtsél el lájkolni, kommentben elmondani a véleményedet, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, de természetesen csak normális módon, normális hangnemben. Köszönöm szépen még egyszer.